Életképes, a közösségek számára fontos uniós határmenti programokra van szükség, több 10 milliárd forintos fejlesztések valósulhatnak meg a jövőben. A határon átívelő együttműködési programokban elsődleges a mobilitás, ezért határátkelők nyitása, útfejlesztések, szolgáltatásfejlesztő beruházások és a turisztikai kínálat bővítésére is fordulhat az uniós büdzséből. Szabolcs-Szatmár Bereg megye felelősséget érez a határmenti közösségekért, mondta a tegnapi konferencián a közgyűlés elnöke. A megyei önkormányzatnak a határmenti együttműködési programok jelentenek lehetőséget, ezek európai uniós programok, ezek jól bevált és megtanult, általunk belakott programok, és hát a következő 7 évre is ilyen programokkal készültünk, a korábbi eredményekre is támaszkodva, turisztikai, műemlékvédelmi, közösségi, civil összefogásokat fogunk ezeknek a programoknak a segítségével megvalósítani. Az oktatási kulturális programok is tovább folytatódhatnak a jövőben. Emellett el kell gondolkodniuk a határmenti térségeknek egy olyan közös problémáról is, mint a fiatal szakképzett munkaerő elvándorlása. A határmenti programokban megkeresik az oktatásban, a kutatásban az együttműködés további lehetőségeit. Konkrétan a mi feladatunk most az Beregszászon, hogy segítsük az ottaniakat a gazdálkodás és menedzsment szak képviseletében. Tehát ezt a szakot a mi oktatóink látják el, de természetesen folyamatosak a közös konferenciánk és a közös kiadványok. A határmenti régiók számára az uniós források 2016 második felében lesznek elérhetők, ekkor jelennek meg a pályázatok. Folytatjuk a beszélgetést itt a stúdióban. Patagi Csaba, Szatmár megye tanácsának az elnöke a vendégünk. Jó estét kívánok, üdvözlöm. Szép jó estét. Egy nagyon picit a nyáron lezajló romániai önkormányzati választásokról beszélgetnénk itt az elején. Gratulálunk a tisztségéhez, és ugye ezen a bizonyos konferencián azzal is kezdte elnök úr, hogy ez politikai stabilitást jelent a térség számára, hogy magyar elnöke van a Szatmár megyei tanácsnak. Miért? Igen, hisz egyrészt közös anyanyelvünk van, mindegy, hogy Szatmár melyik részéről beszélünk, illetve a helyi koalíciók azok a néppárti kollégákkal, tehát a Nemzeti Liberális Párt köttetett meg úgy megyei szinten, mint Szatmár németi város szintjén, ahol szintén magyar polgármester lett. Én minden bizodalmam megvan abban, hogy ez egy új töltetet ad a Szatmár-Szatmár közti együttműködésnek, és itt mindegy, hogy megyeszékhelyről, megyéről, település szintekről beszélünk. Úgy összességében véve is a mostani választások jobb és több magyar sikert hoztak. Igen, ez főleg Szatmárra érvényes, hisz Szatmár németi az a 100 ezer lakos fölötti megyeszékhely Romániában, amelyiknek magyar polgármestere lett a június 5-i választások után. Itt már az együttgondolkodás, az együttműködés nemzetpolitika szintjén ez már elkezdődött évekkel ezelőtt, és itt nem kevés segítséget kaptunk az anyországi politikumtól. Nyilván, hogy most már át kell lépnünk egy következő fázisba, és fejleszteni ezt az egész térséget, és pedig úgy, hogy itthon tartani az értékeinket. Nagyon sok közös gondunk van a két megyét illetően, hisz nem csak közös múltunk és közös részben közös jelenünk van, hanem az biztos, hogy közös jövőnk is lesz. Abban az esetben, hogy reményeim szerint ebben a 4 évben a schengeni határok eltűnének a két megye közül, akkor nagyon sok olyan megvalósítást tudnánk optimálisabban kihasználni, amit már eddig is elértünk. Határon átnyúló programokból, itt gondolok a különböző határon átvezető utakról, amit mellé még 2-3-at tervezünk közösen, tehát itt a határok átjárhatósága, ez a gazdasági növekedéssel is járna. És mivel, hogy Romániában a nagyvárosok közelebb vannak a határhoz, mint Magyarországon, ez itt a vidéken élő Szabolcs-Szatmár Bereg megyei embereknek is minőségi változást hozna az életében, hisz ne talán jobban fizetett munkahelyet talán a Szatmár németiben, és nem kéne beingázni egész Nyíregyházait, mert Szatmár németi 8 kilométerre van a határtól, de Nyíregyháza pedig közel 100-ra, ha az északi részét nézzük a megyének. Tehát tulajdonképpen a határmenti megyék egy nagy térséget képeznének, egy nagy gazdasági térséget is képeznének. Így van, és mi is pozitívan állunk hozzá a Kárpátalja irányában is nyitni akarunk.
Velük nekünk lesz egy külön Románia-Ukrajna pályázati csomagunk, ami lehetőséget ad úgy infrastruktúrális fejlesztésre, mint szintén gazdaság és természetvédelmi pályázatok közös kigondolására, és ezt az egész háromszöget szorosabbá tudjuk fonni itt az együttműködéseket, és én külön kihangsúlyoztam, hogy örülök annak, hogy az egyetemi együttműködés égisze alatt volt a mai tanácskozás, hisz nagyon nagy szükség van arra, hogy jól képzett szakemberek legyenek a térségben, és még nagyobb szükség van arra, hogy olyan az önkormányzatok próbálnak meg közösen olyan életkörülményeket teremteni a jól képzett fiataloknak, hogy próbáljuk a térségben tartani őket, és próbáljunk hozzáadott értéket, teremtő munkahelyeket generálni. Tehát jól fizetett munkahelyeket, hisz az elszívó hatás az például Szatmár megyében két irányba is, ból is hat most már, mert egyrészt nyugatra mennek el a fiatalok, másrészt pedig Kolozsvár irányában, hisz Kolozsvár Románia a legdinamikusabban fejlődő régiója, több mint egy félmillió lakosú városról beszélünk, amely óriási kulturális központ, és informatika területén pedig robbanásszerű fejlődést mutatott be az elmúlt években, és nagyon nagy agyelszívó hatása van, és nem szeretnénk egy ilyen skanzeni átalakulni Szatmáron, hanem élette megtölteni ezt a térséget. Tehát igazából verseny van a határon túli nagyobb városok között is, ugyanúgy, ahogyan ide át Magyarországon is a nagyobb megyeszékhely jellegű városok között ez elmondható. Arra is rávilágított az előadásában, hogy ezt a nagy elvándorlást, hogy a szakképzett munkaerő elvándorol, vagy továbbvándorol, nevezzük így egyik térségből a másikba, meg lehet állítani az oktatás minőségének a javításával. És kiemelte, hogy bár egyetem nincs, de középfokú szinten nagyon jó az oktatás Szatmár megyében, hogyan lehet ezt tovább javítani és együttműködni? Egyrészt magyar állami segítséget kaptunk a nyáron a Köcsei főgimnázium felújítására, amit azóta is köszönök. Itt 1200 gyerek jár, ennek van már ilyen felnőtt képző része is, ami ápoló képzést jelent, tehát az egyedüli magyar nyelvű ápoló képzést, illetve a Kolozsvári Műszaki Egyetemnek van kihelyezett kara, ami műszaki szakembereket, tehát mérnökképző egyetemi kihelyezett tanszék működik, illetve működik az óvónő és tanítónő képző is magyar nyelven, ez a Bolyai Egyetem kihelyezett szaka, és meg is hívtam az egyetem vezetőségét, hogy nézzük meg, hogy miben tudunk együtt gondolkodni, ha nem is telepednek oda ki, de egy ösztöndíj program vagy diákcsere program keretén belül össze tudjuk hangolni a térség oktatás politikáját is. Én úgy látom, hogy erre is szükség van, mert különben vesztesei leszünk. A humán erőforrás globalizálódott, és óriási harc van, és az fogja eldönteni, hogy egy térség hogyan tud fejlődni középtávon. Itt 10-20 évet gondolok, mert ha most kiürítjük a jó képességű fiataloktól ezt a térséget, akkor nem lesz, aki újra rakja. Mert senki nem fog idejönni, ha nincs meg a helyismerete, ha nem itt nőtt fel, akkor nem tud annyit segíteni, mint egy itt kiképzett helyi fiatal. Tehát vonzóvá kell tenni továbbra is ezt a térséget a fiatalok számára. Még egy fontos kérdés, ugye 2016 második felében jelennek meg azok a pályázati programok, uniós pályázati programok, ami Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét és Szatmár megyét ismét össze fogja kötni, és elmélyülhet ez a bizonyos együttműködés, ami már az előző ciklusban megvolt. Az előző ciklusban ugye mind a két országnál a felzárkózás, felzárkóztatás volt a fő prioritás, most a gazdaságfejlesztés. Még nincsenek konkrét programok, tudva lévő, mert most dolgozzák ezeket a programokat, milyen területekre fognak koncentrálódni? Nyilván itt az örökös gondok, különböző infrastruktúrális kérdések, amik sajnos még mindig aktuálisak a térségben, tehát részben. Utakról. Nálunk gond még az egészségügyi infrastruktúrának a megfelelő szinten tartása, illetve ennek a továbbfejlesztése. Ezek ilyen intézményi fejlesztések, amire gondolnunk kell elsősorban? Igen, és nem utolsó sorban pedig az épített örökségek közös kiaknázása. Tehát amivel zárult is az előadás, tehát az is egy közös pályázat volt. Sikerült egy pár középkori templomot, egy pár gyönyörű helyet rendbe rakni,
ezt kell folytatni, és egy integrált turisztikai csomaggal, hogyha megjelenik a történelmi Szatmár, akkor megint kialakul egy ilyen nyertes-nyertes kapcsolat, hisz határ mindkét oldalát pozitívan befolyásolja, munkahelyeket teremtünk, turistákat hozunk ide, és hogyha megfelelőbb körülményeket teremtünk az embereknek, akkor nem csak a turisták fogják itt jól érezni magukat, hanem az itt lakók is. Köszönjük szépen, elnök úr! Nagyon szívesen!